Most jó. Elméletileg. Brutális szóvicekkel kezdődött ez az egész dolog. Jó reggelt, sziasztok. De még jó, hogy egyébként, figyelj Balázs, ez egy jelzésértékű dolog volt, nekem elhiheted. Abból a szempontból, hogy ilyen döglött szóvicekkel operáltunk itt az elmúlt fél percbe, és a Windows Update miatt alapból úgy indult a happy hour, mielőtt még átváltottam erre a képre, hogy nincs hang. Ez egy jel. Kellett egy levegővétel, tudod, egy kuplungolás, hogy ezt így felejtsük el a picsába, mert ez nem jó. Ez alapvetően nem jó. Ja, szevasztok, srácok, üdv mindenkinek itt a happy hour-ben. Némi változást lehet észrevenni az egész dologgal kapcsolatban. Kaptunk ilyen izét. Mi ez? Szivacsot. Nem, szivacs. Szivacsot. Szivacs. Úgyhogy igen, tehát Jani, a tegnapi rövid beszélgetésünkre utalnék, tehát az új a mikrofon kommentre, ennyi. Új a mikrofon. Új a mikrofon, persze. Új a mikrofon. Meg visszakaptuk a másikat. A pervollal mosva gyakorlatilag újra érvénybe lépett, hogy tehát nem elég, hogy nem vettünk új pólót, de úgy néz ki, mint az új. Így van. Érted? Mert pervollal lett mosva. Ez ilyen. Na mindegy. Nyál elnyelő. Nyál elnyelő. Igen. Ezek a elméletileg egyébként, srácok. Csak Patrik írta. Igen. A nyál elnyelő. Ezek a hivatalos, úgymond sound dampener tartozékai a mikrofonnak. Őszintén voltak emberek, akik megöltek, hogy mikor lesz már rajta ilyen izé, mert hogy kell, és hogy elméletileg ettől jobb lesz, meg minden. Mi tudtuk ezt, csak ugye hát mindig volt magasabb prioritású dolog, mint hogy ezeket beszerezzük, és hát a Sennheiseresek voltak olyan kedvesek, és azt mondták, hogy jó van, na, akkor küldünk. Úgyhogy küldtek, köszönjük szépen nekik. És egyébként jó az észrevétel, tudjátok, hogy volt egy fekete mikrofon itt a HH-ban, az volt a csere mikrofonunk, ameddig javítás alatt volt ez vagy az, már nem emlékszem, és azóta visszajött, azóta visszajött a megjavított verzió. Úgyhogy Úgyhogy reméljük, működik most már minden. Rendben. Igen, tehát most már jól vannak mind a ketten a mikrofonok, és most már van ilyen védőizéjük, úgyhogy most már nem kell senki aggódjon. Én tudom, hogy átakarja a fejünknek egy részét. Ez volt az egyik ok, amit amúgy elmondtam nektek, mikor sokan szeretétek volna, hogy használjunk ilyeneket, hogy ezt nem akarom, hogy átakarja a fejünket. Nem volt... Balázsok nem takarja. Hát ezt a fejet nem tudja. Ezért nem Balázsnak voltak fenntartásai, hanem nekem. Érted? Úgyhogy ja, így is lehet ASMR-azni, srácok, csak így már tudok így nagyon belebeszélni, anélkül, hogy a teleköpködésem okán elromoljon a mikrofon. Mert ezek annyira durva cuccok. Úgyhogy emiatt nem kell aggódni. Na, mindegy, boldog reggelt mindenkinek, fantasztikus óriásság van, élvezetes csütörtöki nap. A számmisztikusokat várjuk, mert ugye ez a 770. happy hour. De az olyan... Érted? 770, ha. A kurva életben. Na, az a baj, hogy nekem ehhez gyakorlatilag még mindig nagyon-nagyon reggel van, még hogy ezeket felfogjam, van. De köszi. Jó. Köszi. Úgyhogy... na, akkor 770, ha. Na, tessék. Akkor ezzel. Foglalkozzatok ezzel. Hütörtök van. Hütörtök. Az meg pedig direkt volt egy miúta szünet, Balázs. Érted, hogy ezt ne csináljátok? Na, de mindegy. Ez van. Majd az a baj, hogy a 777-re nem jön ki, mert a H csak két H. Igen. Igen. Na mindegy. Úgy látom, hogy hála Istennek a chat nem partner ebben. Még? A delay van, tudod. De ez a 769. Amúgy igen. Ezt tudjuk, de hát ezt csak a belsősök tudják, hogy hanyadik pontosan. Na, nem is tudom, hogy mivel kellene kezdeni a mai napot, az az igazság, mert hogy is mondjam, a reggeli lendületem az le lett fékezve egy olyan 10 perccel ezelőtt teljesen, és én most jelenleg gondolni sem tudok másról, úgyhogy Balázs segítse, dob fel valamit, ami szerintem izgalmas, mert ha én feldobok valamit, annak olyan vége lesz, hogy hú-hú, úgyhogy inkább nem. Nem annyira vidám sztori, tennap voltunk keresztanyukáméknál. Igen. Az eskü után összeülni, eszegetni, iszogatni. Igen. És hát ő pedagógus. Igen. Beszélgettünk, ugye mi a helyzet velük, meg minden, és mondták, hogy nem tudom, te hallottál-e arról, hogy lesznek iskolaőrök. Hallani hallottam róla, de így a témával nem nagyon foglalkoztam, hogy lesz, tehát hogy nem tudom, hogy minden iskolában, vagy csak bizonyos iskolában. Lehetett kérni, de lett olyan iskola, akik nem kértek, de kaptak. Aha. Mert hogy a helyzet megindokolja. Érdekes. A döntéshozók szerint.
És hát elég visszásra sikerült ez a dolog, mármint amit így a rokontól megtudtam, mert hogy alapvetően érettségivel rendelkezőket toboroztak, aztán abból már kicsit lejjebb adtak, és lett az 8 általánost végzettek. Mire akarsz találni? Aztán elmennek egy 120 órás képzésre. Igen. Nyilván aki lesz pszichológiai elemzés, meg mindenféle teszteken át kell menniük. Elég sok embert ki is szűrtek, viszont aki megcsinálja ezt a 120 órás képzést és munkába áll, az kaphat bilincset, meg gumibotot az iskolába. És nem is igazából ez, ami aggasztó volt számomra, hanem az, hogy többet fognak keresni, mint a frissen diplomát szerzett pedagógusok. Nézd, most erre nem tudom, mit mondjak igazából. Az a nagy igazság, hogy tehát az, hogy mennyit fognak keresni, ez engem kevésbé izgat, már mint azért, mert nehéz ezt úgymond kvantifikálni, hogy most akkor, érted, most hogy ő ott van, és akkor ő bevállalhat olyan dolgokat is, amiket mondjuk más nem. De most nem ez a lényeg. De jó tudni ezt is, egyéb iránt, hogy mennyit fognak keresni. De gumibot? Aha. Érdekes. Igen. Mert ugye hallottunk az iskolai erőszakról, és itt most nem is feltétlenül arról van szó, ugye, hogy egymással mit csinálnak a gyerekek, bár ugye az is durva, hanem ugye a tanárokkal szembeni erőszakról gondolom, mert emiatt van ez az egész dolog. Hát feltételezem, igen. Mert ugye hallottunk sztorikat ugye az elmúlt 1-2 évből, hogy ugye volt néhány diák, aki akkor a tököt növesztett, hogy úgymond tetlegességig fajult a tanárral való nem egyetértése. Igen. Hogy így mondjam. Vannak erről azt hiszem videók is, mert ugye néhány diák gyakorlatilag Superman köpenyt hordva gyakorlatilag nem megállította ugye a gyereket a tanár inzultálásában, hanem felvette videóra, ami gyakorlatilag ugyanaz. Persze. 2020-ban. Úgyhogy videón is látható, ahogy rugdossák, ütögetik ott a tanárokat, meg minden. Megmondom őszintén, hogy nyilván ez neveltetés kérdése, és megint ugye, mint kövület szólok. Az az igazság, hogy számomra ez annyira borzasztó abszurd, hogy eleve azért sem foglalkoztam ezzel a témával, nem tudok mit mondani rá. Tehát mi úgy voltunk nevelve, nálunk úgy, tehát úgy voltak a, tehát úgy nőttem fel, hogy ez valami elképzelhetetlen volt számomra. Biztos voltak akkor is iskolák, ahol ez megtörtént, de legalábbis, ahogy én éltem, ez, hogy most egy diák, basszus, egy középiskolás diák, most mit tudom, megcsapja a tanárt, mert mit tudom én, a tanár genyó volt, vagy olyat mondott, nem tudom, szürreális. Elképzelhetetlen volt. De rendesen, tehát úgy hallgattam, amikor először hallottam erre, hogy ez a mi? Hogy a faszomba fordul ilyen elő? Mert érted, most egészen más kérdés, de ugye idősebb korban ez már, de most érted, hogy a középiskolába át tudja lépni ezt az erkölcsi határt valaki. Érted? Akkor abból milyen ember lesz? Tehát vágod, ameddig úgymond idézőjelben gyerekek vagyunk, és ez ugye szerintem egyre jobban kitolódik, nincsen gyakorlatilag saját értékrendünk, legalábbis úgy felépülve, addig az iskola az, ami vezet erkölcsileg minket. Tehát gyakorlatilag olyan Igen. keretek közé vagy zárva, amiben egy rendszerben élsz. Érted? És az az igazság, hogyha ezt a rendszert elutasítod, Ott nem tanulja meg, hogy abban a rendszerben hogyan viselkedhet, mit engedhet meg magának akkor a való életben, amikor már nem lesz egész nap bezárva több ember közé, és felügyelő felnőtt közé, mit fog megengedni magának? Igen, ez nagyon durva egyébként. Én őszintén megmondom, hogy nyilván katonáin se voltam, meg te se voltál. Nem. Tehát mi már kiestünk ebből a rendszerből. Ugye azt mondják, hogy az volt egy olyan dolog, ami megnevelte az embereket. Mi nem tudjuk, hogy ez tényleg így volt-e vagy sem, mert lövetünk nincs róla. De nyilvánvalóan, amikor ez a rendszer elmúlt, ezt a szerepet is az iskola töltötte be. Igen. Ugye gyakorlatilag, hogy mit tanulnak meg az emberek. És én megmondom őszintén, hogy a felelősséget nem tudom, hogy kire hárítsam. Ugye a szülői oldalra, vagy magára az iskolára. De Én egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy a picsába hiányzik valakiből az a gát, ami ezt megakadályozza. Érted? Mert esküszöm neked, hogy mit tudom én, annak idején, mikor én voltam középsul is, engem is kiakasztottak a tanárok. Érted? Persze. Meg nem tudom, hogy te hogy voltál vele, de én akkor pont egy olyan időszakomat éltem, amikor ezt a
te a hatalmadat kihasználva engem így lefricskázol onnan fentről, mert te vagy a nem tudom ki, én ezt nagyon nehezen viseltem. Uh-huh. Érted? És emiatt volt, hogy visszaszóltam, vagy azért se, vagy valami ilyesmi. Pont egy ilyen hülye köcsög időszakom volt. De baszdmeg a legmondom, álmaimban nem képzeltem volna, hogy most oda megyek, azt mondom, megütök valakit. Persze. Ezért persze. Pláne nem a tanárt. Nekünk feszünkbe se jutott az, hogy kezet emeljünk. Még az se, hogy visszabeszéljünk, mert olyan tisztelettel voltunk a tanárok felé. Nyilván az orrunk alatt mi is elmormogtuk azt, amit mondani akartunk volna neki, de nem mertük, úgyhogy csak magunkba főttünk és lenyeltük a békát. Hát most... Igen, de az, hogy mit tudom én, nyilván stresszes, meg mit tudom én, meg az embernek a fasza ki van, hogy megint őt baszogatja, az a pöcs, meg mit tudom én, és akkor azt mondod, jó faszom ki van, azt akkor elvön, gyereki, mondja, azt mit tudom én, azt a legdurvább dolog, amit én láttam diáktól, az volt, hogy fogta magát, azt hazament. Uh-huh. Így órára jobb az meg magad. Ennyi. De basszus, nem tudom, tehát abban az időben én ezt elképzelhetetlennek tartottam. És azt csak azért mondtam el, mert igazából, ha belegondolsz, egy tanár eléggé sebezhető ebből a szempontból. Nagyon, ugye? Nagyon. Rengeteg diák van, ugye nem tudom, hogy mi a faszomat csinálnak egyébként a mai gimnazistákkal, de mindegyik úgy néz ki, mint Schwarzenegger kulája, vagy én nem tudom, érted? Tehát vagy ilyen ilyen csontos kurva élet, vagy bazd meg egy nem tudom, már gyúrnak geci már általánosban, vagy én nem tudom, mi a fasz van, érted? Simán összecsomagol egy ilyen gyerek, pláne kettő, elég ijesztő lehet. Tehát én azt mondom, hogy az, hogy valamit megpróbálnak kitalálni arra, hogy egy kicsit balanszírozzák a légkört, szerintem az nem egy rossz dolog. Igen. Kérdés az, hogy ez-e a megoldás? Hogy ugye olyan embert állítanak oda, aki hát a saját bírálata alapján majd igen, megoldja. Igen, ő lesz az elrendtető. Most kérdés az, hogy ez a visszaszólogatásokba is be fog-e szállni, vagy tényleg az ilyen elvetemült eseteket fogja megpróbálni megállítani, mint ami volt ugye nemrég, amikor a diák megkéselte a tanárját. Uh-huh. Bár nem tudom igazából, hogyha már a diák megkéseli a tanárt, akkor az a iskola őr, aki az egész épületben van egy darab, az mennyivel később fog róla értesülni, és mit fog tudni tenni, de nyilván megállítja, hogy több embert ne tudjon bántani. Hát figyelj, nem tudom. Nyilván ennek is vannak normális, hogy is mondjam, módszerei. Eleve ugye, hogy van egy iskola őr, van maga a tudat is azért, na, valamennyire csak beszámít. Azt nem tudom, hogy tudod, hogy mondjuk lesznek-e ilyen rendszerek, mert azért na, hogy mondjam, a késelős gyerek az általában nem a szunnyadó vulkán, tudod, hanem lehet tudni, hogy az a gyerek rossz arcú, meg folyton köcsögöl, és akkor azt állandóan buzerálják, meg rajta vannak, stb. Nem tudom. De ha megpróbálok belegondolni abba, hogy most mégis milyen módszert lehetne ezen kívül alkalmazni, hát nem tudom. Én megértem, hogy stresszelnek a tanárok emiatt, hogy őszinte legyek. És talán az oka annak, hogy idáig fajultak a dolgok, az lehet, hogy tényleg a társadalom inkább úgymond szerintem elpuhult, mint sem erősödött, és ez az egész snowflake kultúra, ami kialakult ugye a fiatalok körébe, hogy nekik aztán semmit nem lehet mondani, meg ők mindenem megsértődnek, meg mindenki hiperérzékeny, szerintem ez vezetett idáig. Hogy olyan, tehát az ego olyan szinten magasan cirkál, érted? Hogy ő, mert ugye ez sugallja a social media, ha belegondolsz. Engem. Hogy állj ki magadért, érted? Nyugodtan mondd, amit akarsz, szólásszabadság van, nem lehet téged elnyomni, a mikroagresszió rossz, meg mit tudom én, és ez gyűlik ezekben az emberekben, mint az állat, érted? És nem tudom, lehet, hogy ez a borzasztó igazságtalanság érzet fújja akkorára az arcát, hogy ezt megcsapja a tanárt. Másra nem tudok gondolni. Csak erre. Nem tudom. És mit gondolnak mondjuk most azok az iskolákban a tanárok, akik ugye nem kértek iskolaért, de mégis kaptak. Ők ott vannak, és úgy gondolják, hogy nekik nem kell, mert tudják uralni a helyzetet, és valahol valaki meg úgy döntött, hogy de, mégis kaptok. Nem. Srácok, meg vagyok lepődve néhány chat kommenten, tehát itt most írod, hogy a hiperérzékenységre az iskola rendőrség a megoldás gumibottal. Ilyet nem mondott senki ebben a műsorban. Nem, én annak az okát kerestem, hogy juthat el egy középiskolás diák addig, hogy megüsse a tanárát. Nem tudom, hogy kötötted össze a gumibottal meg az iskolaőrrel, de ezekből születnek a rossz dolgok alapvetően, és így ferdítik el gyakorlatilag a médiát is. Ezek a hozzászólások nagyon nem jók. Kérdezte. Persze, hogy kérdezte. Úgy tudod leplezni a hülyeséget, hogy kérdezed. Lehet, hogy így gondolkoznak azok, akik ezt a döntést meghozták, hogy legyenek. Nekem nem feladatom megmagyarázni, hogy valaki miért kérdez valamit. Nem az, hanem... És nem is nagyon érdekel. Az a nagy igazság, hogy a megoldásképpen valamit eszközölniük kellett. Uh-huh.
ez a nagy igazság. Hogy olyan szinten, tehát az, hogy odaállítanak egy ilyen embert, nem hiszem, hogy megoldás lesz erre. Mert hogyha valaki átlépi azt az erkölcsi gátat, úgymond, hogy megüti a tanárát, annak úgyis következményei lesznek. De biztos, hogy kibasszák. Persze, érted? Persze. Most annál többet mit okoz, hogy ott áll egy ember? Kap egy ruhát is. Ahogy szokták mondani itt keleten. Igen. Mit? Hogy most mi? Most az, hogy kibasznak, egyik iskola sem fog felvenni, és valószínűleg egy balfasz lesz egész életedben. Az, hogy odaállítanak egy iskolaért, ezen annyit változtat, hogy még meg is ver. Reméljük, hogy be fogja tölteni funkcióját, amit kigondoltak, és rendet fog tudni tartani. Én bízom benne, tényleg őszintén remélem. De meglátjuk, hogy ebből mi fog kisülni. Én nem látom a megelőző érvényességét ennek a dolognak. Uh-huh. Érted? Tehát, amit te is mondtál, hogy egy ember ott az iskolában mit fog tudni csinálni. Tehát én igazából egy ilyen következményként látom, hogy ott van ez az iskolaőr, hogyha valaki valami rosszat csinál, akkor mit tudom én, jó, hókon basszák, azt utána ráhívják a zsarukat, vagy mit tudom én, és ezt az ember fogja megcsinálni. Vagy mondjuk, ha valaki, mondjuk például egy olyan szituációban, hogyha mondjuk egy diák tényleg kap egy olyan képet, hogy fog egy kést, érted, azt elkezd vele szaladgálni a folyosón, érted, mindenkit hadonászni, akkor ja, legyen ott egy csávó, aki beleáll. Az úgy oké. Igen. De megelőző hatása nem tudom, hogy mennyi tud lenni. Én bízom benne, hogy lesz olyan elrendtető ereje, hogy aki esetleg csak a gondolat csírája fogalmazódik meg, azt is el tudja a látványa, az biztos, iskola őrnek a látványa is folytani. Igen, de maradjunk annyiban, hogy szerintem az, hogy mennyire torzul a társadalom, és mennyire torzulnak a fiatalok, és most azért a fiatalokról beszélek, mert ez konkrétan ez a téma. Tehát ott azért már bomlik a társadalom, ahol már úgymond az iskolában ilyenek vannak. Persze. Tehát ez azért már úgy elég mélyen gyökerezik úgymond az emberekbe, hogyha eljut valaki idáig. Érted? Mert az, hogy érted, valaki rossz arcú lesz az iskola suli után, nem tanul tovább, nem dolgozik, faszom, olyanokat látunk már ezer éve. De az, hogy már a suliban ilyen dolgok történnek, ez egyébként szerintem rettentő aggasztó. És én nem akarom kritizálni a társadalmat, de valamennyire mégis azt fogom tenni. Annyira megváltozott a világ, ugye régebben, tehát te mint gyerek féltél a tanártól valamennyire, tisztelted és féltél, és tudtad, hogyha valami rosszat csinálsz, akkor otthon a szülőktől is még ugyanúgy kifosztatni, hogy ne. Most már a világ meg ugye már eljutott odáig, ugye nyilván kivették az iskolából ezeket a nevelési módszereket, hogy a fa vonalzóval a tanár rendet tart, meg a pálcával, meg mit tudom én. Jó, nyilván most nem azt mondom, hogy minden rossz gyereket verjen el a tanár, de ha régen elvert a tanár egy gyereket, a gyerek hazament, a szülőknek elmondta, hogy elvert a tanár, akkor a szülő lehet, hogy még két szülő is lungot ráhúzott. Hát nyilván oka volt, igen. Hogy lehetsz ilyen barom. Manapság meg ugye azért vezették ezt ki szerintem, mert ugye rengeteg tanár bement, hogy mi az, hogy kezet emelt a tanár. Vagy a gyerekre. Szülőt mondasz, hogy szülő bement. Igen. Nyilvánvalóan ez változott. Én és, nem... és ugye ez megint csak az a snowflake-ségre valamennyire hajaz. Nyilván. Én nem vagyok amellett, hogy a tanárok alkalmazzanak agressziót. A régi világban ez... De minket se vertek meg soha. Igen. De bőven elég volt az, hogy féltünk tőlük. Igen. Én megmondom őszintén, hogy érdekes, amit mondasz, hogy féltünk tőlük. Én, ha megpróbálnám kifejezni, hogy én mitől féltem egy tanártól, nem féltem attól, hogy mond valami olyat. Nem féltem attól, hogy még attól sem féltem, hogy esetleg mit tudom, megcsap. Pedig ilyen nem történt soha. Nem féltem attól, hogy elkülönök az igazgatóiba, voltam egy párszor ott. Én csak attól féltem, de ez gondolom a nevelés, vagy nem tudom, mi a faszom. Nem féltem attól, hogy otthon mi lesz. Azért, mert tudtam, hogy én döntöm el, hogy csinálok-e olyat, vagy nem, ami miatt kapok. Én egyetlen egy dologtól féltem, hogy olyat ne csináljak, amiért kibasznak a suliból, mert nekem így megvolt az agyamba, beleültették, hogyha nem végzed el a középsulit legalább, nem lesz beled senki. Nyilvánvalóan ezt most nem mondom, hogy ez egy általános igazság, szó se róla, csak nekem ez volt az agyamba. Érted? Nekem ez volt a gát, hogy sose csináljak olyat. Így addig nyújtózkodtunk, ameddig ez így még így rugalmas volt, tudod? De én most, ez már neked az általános iskolában megvolt a fejedben? Nem, középsuliban. Na, én most az általános iskolára gondolok, hogy nyilván is azért féltem az általános iskolában a tanáraimtól, mert olyan rettenetesen rosszul viselkedtek velünk, hogy félni kellett tőlünk, hanem egyszerűen az volt a gyermeki félelem bennünk. Igen. Ott volt a nyugdíj előtt álló igazgató helyettes, aki tanította mit tudom milyen tárgyat, és tudod, már gyerekként megláttad az öreg bácsit, úgy az a... Igen. Nem az a boldog öreg bácsi feje volt, ezért kicsit már ugye féltünk tőle.
Igen. Én tudom, nyilvánvalóan vannak olyan tanárok is, akikkel tiszteletből nem viselkedik úgy az ember. Én azért kerültem így eddig ezt a kifejezést, mert én azt gondolom, és ez lehet, hogy túlzás, és bocsi a tanároktól, egy tanárnak azt ki kell érdemelni, uh-huh. és van, aki kiérdemli. Igen. És aki kiérdemli, azzal általában nem szoktak köcsögölni a diákok. Mert igen. vannak olyan tanárok, akire azt mondják, ugye, még abban a korban, hogy jó fej, aztán uh-huh. majd később már megfogalmazódik más kifejezés is róla. Nekem volt olyan tanárom, akit én nem azt mondom, hogy jaj, de szerettem a tanáromat, meg milyen jó fej volt, meg ilyenek. Nem, az a tanár, tehát nekem olyan volt, hogy én vele nem lettem, tehát nem viselkedtem volna tiszteletlenül. Mert uh-huh. egyszerűen olyan volt a karakter. Igen. Ő bejött, megtartotta az órát. Volt egy ilyen érdekes szigor abban, ahogyan megjelent, érted? Uh-huh. De soha nem hallottam azt, hogy valakit elküldött volna picsába, vagy ilyesmit, tudod, hogy valakit nagyon-nagyon lebaszott volna, vagy ilyesmi. Hanem megtartotta ezt a, nem tudjátok, mi a elpukkan az agyam, nem is fogjátok megtudni soha, de ne próbálkozzatok. Ne akar megtudni, és valahogy ez működött. Igen. Tehát mondom, vannak olyan tanárok, akik ezt tudják csinálni. Vannak, akik kevésbé tudják csinálni, például ebből a szempontból nyilvánvalóan gondolom a mai világban is problémás lehet mondjuk, hogyha egy tanár alacsony, vagy nagyon fiatal, ilyen vicces dolgok, tudjátok, amik a gyermeki agyban így játszódnak le. Nyilván, mint felnőtt, nem így nézel rá, de mint gyerek, igen. Nem tudom, de megmondom őszintén, hogy nem tudom megtalálni így az agyamban, próbálom keresni a felelőst. Csak és kizárólag magát a világot. Az változott úgy, hogy valakinek ez most már belefér. Mert nyilván régebben is megtörtént ilyen, hogy bántottak tanárdiákok, de azok rettentő kirúgó esetek voltak. Igen. Én nem azt mondom, hogy most már mindennapos, de többször előfordult. Egyre gyakrabban. Igen. Meg én egy kicsit ettől félek, hogy ugye Amerika sajnos ebből a tekintetből elég, nem tudom, rossz példával van előttünk. Igen. Mert hogy ugye ott azért durva biztonsági óvintézkedéseket vezettek be, és lásd, hát mégis vannak lövöldözések. Vannak lövöldözések. Jó, persze, most a lövöldözés az nem feltétlenül ugyanez, mint hogy itt a gyerek kikupan és elkezd verekedni, és megveri a diáktársait, vagy a tanárát, vagy megkése, hanem az ugye tudjuk, hogy az lényegesen elborult a belme, aki bemegy fel, állik fel fegyverkezve, és mindenkit elkezd lőni, akit csak ér. De valahol én is érzek benne egy párhuzamot. Igen. Mármint a helyzettel. A helyzettel kapcsolatban, de ott is lépni kellett. És mégse. Ott is lépni kellett. Ugye rengeteg sok suliban van fémdetektor, meg mit tudom én kint, stb. Nézd, biztos vagyok benne, hogy annak a társadalomnak is borzasztó nehéz lett volna, vagy nehéz volt feldolgozni azt, hogy ilyen dolgokra kell gondolni, bazd meg. Hogy így, mi van, hogyha, mit tudom én, gépfegyver van a diáknál. Mi van? Hát! Igen. Ottan van. Úgyhogy jó, ez egy ilyen dolog, borzasztó gáz. Itthon is a társadalomnak szerintem borzasztó nehéz elfogadni azt, hogy ilyen dolgokkal kell foglalkozni. Hogy kell egy őr a suliba, mert mit tudom én, bevisz a gyerek kést, vagy olyat kapbazd meg. Sőt, ugye a másik meg az, hogy rettentő sokan a középiskolások közül amúgy drogoznak, ami szintén kevésbé volt divat abban az időben, főleg ezek a kemény cuccok. Érted? Mm. Mert ha hall olyanokat az ember, érted, hogy Jézus Isten, és csak úgy olvasgatom, hogy fasz. Hogy jutottak hozzá? Na mindig nem tudom. Biztos semmi időszakunkban is volt, csak nem hallottunk róla. Igen, ez igaz. Úgyhogy nem tudom. Mondjad. Mit szóltok az iskolaőrségről? Hát ez a téma, most erről beszélgetünk. Már egy szolid 25 perc. De nem gond, nem gond. Úgyhogy nem tudom, mit szóljak hozzá. Én tartom magam ahhoz, amit mondtam, szerintem megelőző hatása nem nagyon lesz, bár remélem, hogy lesz, de szerintem nem lesz. Inkább következmény szinten lesz durvább az, hogy jelen van ott egy iskolaőr, illetőleg a nagyon kirívó, rettentő, ritka, nagyon súlyos esetekben jó lesz, hogy ott van. Igen. Ennyi. De mondom, de kérdés az, hogy milyen a hozzáállás ezek, tehát az iskolaőrök részéről. Tehát nyilván, ha mondjuk elkezdik cinkelni ezt az iskolaőrt a diákok, akkor most szájba basz, vagy mit csinál? Nem, lenyeli. Hát, ha lenyeli. Hát, de ezért van a pszichológiai vizsgálat, hogy le tudja nyelni. Oké. Láttam én már ilyenek. Ó, igen, a tudom, ezt tudom. Sok magyarőr kap ilyen pszichológiai vizsgálatot. Tudom, hogy naív vagyok, és ez kéne, hogy legyen. Szerintem, és tudom, hogy nem ez lesz, de attól függetlenül én még mindig ezt úgy tartom, hogy így kéne, hogy legyen.
Igen. Szóval én csak azt akartam mondani, hogy nekem az alapelméletem az, hogyha valaki eljut addig a pontig, hogy valami ilyen nagyon rossz dolgot csináljon a suliba, nem ez lesz a döntőpont, hogy á, nem, mert ott az a csávó. Faszt érdekel. Utána, amikor áthívják a rendőrbe, az meg azoktól is kapsz. Úgyhogy most tök mindegy, hogy most megmegy egy ember, aki még szájba vasz. Igen. Ez már lényegtelen. Úgyhogy, ja, nem tudom. Nyilvánvalóan a generáció közti különbség egyébként tehát a diáktársadalommal szemben nagyon más. Van, aki ugye hangoztatja az erőszakot, hogy de igenis szájba kéne vágni a gyereket, meg mit tudom. Én nem vagyok az erőszak híve, egyébként megmondom őszintén, nyilván mondjuk vannak határok, de én nem vagyok az erőszak híve. Én azt gondolom, hogy valamit velünk másképp csináltak, uh-huh, a tanárok és a szülők, ami nem tartalmazta az erőszakot. Feltétlenül. Nem amiatt nem csináltunk ilyeneket, mert attól féltünk, hogy kikapunk. Nem, nem. Nem, mert... sose attól féltünk, hogy ja Istenem, anya vagy apa el fog venni, hanem igazából attól féltünk, hogy szégyent hozunk rájuk, vagy csalódást okozunk nekik. Uh-huh. Érted? És igen. És mondanám, hogy lelki terror, de nem az volt. Hát csak... valamilyen szinten mégis, hogyha így megpróbált kifejezni, csak ezt nem erőltették a terrort, úgymond. De őszintén, tehát szerintem az, ahogy kialakul valakinek egy értékrendje, meg gyakorlatilag az, hogy erkölcsileg hogyan áll a dolgokhoz, ez ugye a tanár és a szülő feladata ebben az időszakban, és az, hogy bennünk nem alakult ki egy ilyen gondolat, hogy oda megyek, azt lerugom a tanárt, vagy megütöm, uh-huh, vagy ilyesmi, ennek nem az volt az oka. Én úgy gondolom, hogy inkább... Hogy erőszak volt. Igen. Én úgy gondolom, hogy ez csak a szülő feladata. És hát normál, az én naív világnézetem szerint ugye ezt a szülőnek kéne otthon megtanítani a gyereknek, a tanárnak, meg a tananyagot kéne megtanítani a gyereknek az iskolában, nem pedig az, hogy viselkedjen. Igen, ez igaz, bár mondjuk valamilyen szinten az rendet kell ott is tartani, persze, de amúgy igazad persze. Van. Amúgy igazad van, a tanárnak alapvetően nem kellene nevelnie. Ez nyilvánvaló, bár ez mondjuk egy rettető optimális helyzet. Ami nyilván nem tud megvalósulni, mert úgyis vannak olyan gyerekek, akiknek olyan szülei vannak, akik nem nevelik meg, és vagy nem tudják megnevelni, akkor a tanárnak jó, hogyha megvan ugyanúgy az eszközpalettája, amihez hozzá tud nyúlni nevelés tekintetében, és igen, be tud segíteni. De ezzel szerintem nincs is baj, hogy a tanárok nevelnek is. Ugye az az igazság, hogy amikor valaki arról beszélt, hogy ezek annak idején kaptuk a körmünkre a vonalzóval, bazd meg mit tudom, hogy most szájba baszott a tanár, mit tudom én, most meg mi van. Haverom, az egy nagyon másik világ volt. Tudod, te el tudod képzelni, hogy abban az időben, amikor a tanárok ilyeneket csináltak, nézzétek meg a régi magyar filmeket, meg mit tudom én, hát tudjátok, hogy mi volt a gyerekekkel? Csellengtek, bazd meg egész. Tehát olyan szinten össze-vissza voltak a gyerekek, hogy igenis a suliba kellett nevelni őket, és rendben volt, hogy a tanár szájba vágta. Most már nem ilyen időt élünk. Érted? Igen. Mert nem az volt, hogy az ember elment, bazd meg kaszálni reggel, az majd előkerült másnap valahonnan, érted? A gyerekkel meg lett valami, mert nem nevelték őket. Nagyon sok esetben. A suli azért volt olyan. Ez mindig egyébként az adott társadalmi helyzethez alkalmazkodik. De mondom még egyszer, ezt nem győzöm hangsúlyozni. Nem amiatt. Tehát mi nem kaptunk, én nem kaptam olyan jellegű nevelést, hogy engem fenyegettek volna azzal, hogy agyonvernek, hogyha ilyesmi. Nem is volt szó arról, az, hogy mi fog történni, ha valaki megüti a tanárát. Mert ilyen szóba se jött. Fel sem erült, sehogy. Igen. Úgyhogy, ja, ez egy, nem tudom, ez egy nagyon-nagyon faramuci helyzet, és az a baj, nem látok bele, hogy hol ment el ez a dolog. Mm. De még egyszer mondom, akik az erőszakot próbálják meg gyakorlatilag úgymond preferálni, vagy azt mondják, hogy az kéne, ahhoz, hogy megneveljék a gyerekeket. Nem, mert kurva sok gyereknél működött anélkül. És kialakult egy értékrendjük. Meg hogyha belegondolunk, ugye, amit felhoztál, hogy a katonaság eléggé megfogta az embereket, ott se volt feltétlen erőszak, hanem fegyelem volt. Igen. Rendszer. Meg kell csinálnod, ha nem, akkor kapsz érte büntetést. Igen. És nem az volt a büntetés, hogy elvert, mint szórás a lovát, hanem hogy akkor mit tudom én, most csak a Forrest Gump jut eszembe, hogy a vokkefével végig pucolod a 30 WC-t. Nem tudom. Én nem tudom, én őszintén akárhogy erőltetem az agyamat, nem tudom meghatározni, hogy mi volt az oka. Én csak azt látom, hogy a világ, erről beszéltünk már Happy Hour-ben, a világ úgymond megpróbált, ezért mondom, hogy megpróbált, mert szerintem ez nem lehetséges, egyesülni az interneten. Uh-huh. És egyé válni. Érted? Uh-huh. Pedig ugye szerintem az, hogy milyen szituációkban ki hogy viselkedik, vagy milyen trendek mennek éppen egy adott időszakban, egy adott országon belül, az rettentően társadalom specifikus.
egy olyan társadalomban, ahol, mit tudom én, ami rendelkezik egy múlttal, valahogy eljutott odáig, ahol most tart, stb. Abban a pillanatban, ahogy ugye a közösségi médiák összerántották a világot egyé, hiszen tudod követni az amerikai, tudod követni a kínai, tudod követni a svéd doktorokat, meg mindenkit. Azokat a trendeket, azokat az életformákat adaptálják az emberek, vagy adaptálják, bocsánat, igen, mert kiderült, hogy ezt a szót nagyon rosszul használom, adaptálják az emberek, amik az adott társadalomban nem működnek. Érted? Nem tudod bazd meg érvényesíteni középiskolás korodban bazd meg azokat az óriási eszméket, amiket az interneten találsz, meg érted, meg mit tudom én. Érted? Egy olyan társadalomban, ahol nincsenek ilyen normák. Igen. Érted? Igen. Mert hogy neked jogod van, dobálózik itt mindenki, hogy neki mihez van joga, meg mihez nem. Érted? Nem tudom, én valahogy ezt látom, hogy ezzel van a probléma. Hogy nem lehet azokat a dolgokat, amiket az interneten most gyakorlatilag magába olvaszt mindenki, úgymond globálisan érvényesíteni. Érted? Persze. Ahol mit tudom én, lehetséges, hogy annak idején is voltak emberek, akik elolvasták a mit tudom én, valamelyik könyvet, érted, és azonosultak egy gondolattal, ami a francia forradalmat vezérelte, az sem működött itthon, hiába kezdtél ott magyarázni. Vagy mit tudom én, azért volt annyira kilógó, és azért volt annyira lázadó a punk kultúra, érted, amikor itthon elkezdődött. De ezek nem fognak működni, de ezek olyanok voltak, tudod, hogy az emberek követték egymást, és ezek lassabb folyamatok voltak. Igen. Nem az, hogy ugye gyakorlatilag a social médián keresztül egyik napon a másikra rászakad mindenkire egy új trendbe, azok is azt tudják, hogy mit csináljanak vele. És szerintem hosszú távon ez az, ami így megzavarja az elmét, vagy nem tudom. Nem tudok más okolni. Az egyetlen kardinális dolog a világban, ami megváltozott, mióta mi voltunk középiskolások, az ez. A rengeteg borzalmasan gyors információ. A social media. Igen. A social networking. Igen. Az, hogy egyberántották a világot a Facebookkal, a Twitterrel, az Instagrammal, mindennel. Ez a dolog, amikor mi voltunk, nem létezett. Jó, mit tudom én, a vége felé talán volt. De most őszintén, tehát hány embert ismertél gimiben, akinek MySpace-e volt? Sokat. A gimiben, akinek MySpace-e volt? Én nem tudom, megmondom őszintén, hogy az első ember, akivel találkoztam, akinek MySpace-e volt, az már egyetem volt. Aha. Hát most gondolj bele, 2003 és 7 között voltam, 2003 és 7 között voltam gimis. Nem? Én már gimis voltam, amikor te még általánosos. Igen. Úgyhogy én azért találkozhattam már a gimis. Lehetséges. De mondom, abban az időben, nem. De ha belegondolsz, akkor, amikor én érettségiztem, akkor jött a Facebook. Mármint úgy egyáltalán. Igen. A Facebook. Aztán, hogy ide mikorra ért, érted? Mert jó az, hogy most, tudom én, 2-3 ilyen nagy külföldi imádónak volt egy accountja, és 2 barátja, az oké, rendben van, mire itthon is beindult. De tehát nekem nem volt ilyen social media accountom. Emlékszem, a legbasszóbb közösségi cuccom, ami volt, hogy nekem már volt, bazd meg, ilyen 2005-ben Gmailem, amikor még meghívós volt. Hoppá. Érted? És gyakorlatilag nem tudtunk mit kezdeni azzal az információval, hogy 7 gigabyte tárhely volt hozzá, és így gigabyte! Hát azon elfér az életem! Igen. Érted? És így nem tudtunk mit kezdeni a dologgal. Igen. Arra emlékszem. De ennyi. Nekem ivivem is azt hiszem gimibe lett. Vagy a faszomat egyetemen. És pont emiatt lehet, hogy most már ugye az ilyen social media miatt hozzáférnek, vagyis hát nem hozzáférnek, hanem tudnak követni olyan embereket, a fiatalok, akiket amúgy nem kéne. Most gondolok én itt ilyen jött-ment, bocsánat, hogy ezt a szót használom, celebekre, akik nem tettek le semmit az asztalra, és valahogy mégis felkapottak, és tudnak jó vagy rossz példával előjárni. Mert amikor mi voltunk tínédzserek, akkor kik voltak olyan híres emberek, kiket tudtunk követni? Vagy hát figyelj, a zenészeket tudtad követni, meg a filmszínészeket, de nekik nem láttál bele az életükbe. Ők nem szóltak bele abba, hogy csinálod a dolgokat, láttad a lambót, meg a mindent, ami neked sose lesz, igen? És ennyi. Igen. De érted, zenészek, meg filmesek. Valamit ők már elért. És letettek az asztalra, mert Eminemet se azért hallgattuk, mert ő fehér rapper volt. Ja. Azért hallgattuk, mert kurva jó zenét csinált. Igen. És most meg ugye a social médiában gyakorlatilag megnyitom a Facebookot, és olyan sztárok jönnek velem szemben, akit életemben nem is hallottam. És mint kiderül, hogy ilyen énekes, olyan énekes, és még a rádióban sem hallom egy dalukat se. Igen, a másik meg az, hogyha már celebekről beszélsz, a másik meg az, hogy itt van ugye ez az elfájzott miféle kortság, hogy ez meg aztán egyáltalán nem volt jelen. Az influencer közösség. Amikor bárki kap mikrofont. Igen. Ilyen hülyék, mint én például.
akiket, de komolyan. Persze, mert biztos van olyan ember, akinek te is visszataszító vagy, meg nem vagy szimpatikus. Hogy a véres faszban nem áll? Ez a normális, de akkora is nem jutottál el hozzá. Nem jutottam volna el soha, így van. És ez egyébként, talán akkor azt, igen. Én továbbra is tartom azt, hogy a közösségi média nem volt még úgy jelen, mint most, de talán ez, hogy ezek az influencer emberek, vagy youtuberek, vagy instagramerek, vagy faszom tudja, kinek mi, igen. Ezek nem voltak jelen, akikre a jelenlegi fiatalok, hát most de nem akarok tényleg semmilyen túlzásba esni, de sok esetben úgy tekintenek rájuk, mint ahogy mi tekintettünk a színészekre, meg a zenészekre, mivel nekünk nem volt más. És az a baj, hogy ezek nem kontrollált emberek abban a szempontból. Nem. Érted? Nem. És csőstől minden szart kitolnak magukból, mi a normális, meg mi a nem. Mert kiáll egy 500 ezer követős youtuber, és elmondja, aki középiskolás, és elmondja, hogy szerinte mihez nincs joga egy tanárnak, érted? És aki azt látja, az egyetért vele. Igen. És onnantól kezdve is úgy fog hozzáállni a saját tanára jól, hogy én azt hallottam, vagy úgy azt az elvet követem most már, hogy ezt láttam, hogy neked ez nincs jogod. Nincs hatásköröd, hogy ezt megtedd ellenem. Igen. Érdekes. Az biztos, hogy ugye az általános és középiskolákban a személyiség még nagyon-nagyon sebezhető. És igazából ezeken a pontokon van nagyon nagy probléma ezzel az egész influencer kultúrában, mert nagyon sokat torzít a konkrét diáktársadalmon például ez a jelenlét. Mert hogy itt a Happy Hour hallgatók között is vannak, és tudom, hogy a nézőink között is vannak, nálam idősebb emberek, akik követnek minket, vagy velem egykorúak, vagy mondjuk 20 évesek, akik egyetemisták, stb., akiknek már kialakult az értékrendjük, és morálisan nem sebezhetőek. Uh-huh. Ők mit csinálnak? Ők ide jönnek, meghallgatnak egy műsorban egy fél órát, és azt mondják, hogy ez egy köcsög, és mennek tovább. Igen. Érted? De nem erről van szó, és most nem is ez a téma, hanem mondjuk egy általános iskolásról, akinek olyan sebezhető még gyakorlatilag az értékrendje, hogy megnézi videót, és bármit mondok, az úgy van. Befolyásolható. Igen, nem fogja tudni azt mondani, hogy figyelj, nekem van egy véleményem erről, a tiéd eltér, leszarom, mit beszélsz, húz a faszba. Érted? És ez egy ilyen dolog, és én azt gondolom egyébként, hogy ez így normális. És én pontosan ezért van az, hogy ugye a mi tartalmaink alapvetően egy felnőttebb társadalomnak szólnak, bármiről legyen is szó, uh-huh. amiről egyébként a nézők tudnak is, és úgy is fogadják ezt a tartalmat. És én úgy kezelem úgymond a közönségünket, érted? Hogyha valaki nem ért egyet azzal, amit mondok, hogy én hülyeségeket beszélek, én úgy gondolom, hogy én azért beszélhetek hülyeséget, mert a közönség el tudja dönteni, hogy jó, ez hülye, és továbbáll, vagy még megírja, hogy a kurva anyámat. És igen. Én ezzel le is tudtam. De el tudja dönteni, hogy egyetért veled, vagy nem. És pontosan. Nem csak vakon követ. Pontosan. És éppen ezért hangsúlyozzuk annyira, hogy mi alapvetően egy érettebb közönségnek csináljuk a tartalmat, mert én nem tudok felelősséget vállalni azért, hogy valaki meghallgatja, mit tudom én, a Fingról, az meg egy műsorunkat, érted? Általános iskoláson neki hogy torzol a tudata. Ez a probléma ezzel az egész internetes dologgal, tehát ezt a gátat azért kell a Twitch streamre rákattintani, hogy igen, elmúltam 18. Mert szerintem ez a sok fasság, amit itt csinálunk az interneten, igenis torzító hatással van a fiatalságra. Érted? Mert attól nem félek, hogy egy 20 évest, vagy egy idősebb embert én most megtérítek bármiről. Egy normális értékrendben rendelkező felnőtt ember el tudja dönteni, hogy most ez a műsor, amit mi csinálunk, mennyire komoly, vagy hogy érdemes-e hallgatni, vagy mi a fasz van. Érted? A probléma az, amikor tényleg olyan influencereket követnek az emberek, akik maguk is még ebben az életlenségi fázisban vannak. Most 15 évesen, bazd meg, mit tud az ember a világ? Lófasz se. 15 évesen olyan dolgokat mondtam meg, olyan dolgok voltak fontosak nekem, bazd meg, amivel gyakorlatilag szerintem szembe köpném a saját magam, hogyha annyi idős lennék. Azok még gyerekek, még nincs be, nem nőtt be a fejed lágya. Érted? Az ember sokkal később érik be. A mi időszakunk, gimiskorunkkal szemben most az a más, hogy ezeknek az embereknek hangja van, nem is kicsi. És ez probléma. És pont ezért csinálja közben Jani a háttérbe a TikTok fiókunkat, hogy ott legyen a fiatalokat megcélzó műsorunk is. Hát a TikTok fiókat már nem csinálja. Élőbe vágja az anyagot, hogy elfogadható legyen a fiataloknak is. Nézzétek, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Szerintem ezért nem tudom igazából azt mondani, hogy rendben vannak a dolgok, és hogy túl van kapva ez az egész. Én arra lennék kíváncsi, mert hogyha ezek a fiatalok, akik ontják magukból a sületlenségeket, elterik 5-10 év, felnőnek, be fogják tudni elátni, hogy igen, hülyeségeket beszéltem, és hogy mennyire barom voltam fiatal korában, még hogyha nyilvánosan nem is fogja soha ismerni. De látják az emberek, vagy ciki. Így belegondolsz, hogy tudod, kialakul egy véleményed valakire, és így, ó, bazd meg, amúgy én is nyomtam, faszomat. Igen. Igen. Igen, ez egy ilyen cucc. De figyelj,
most olvastam pont, igen, a 18 plusz, gondoljatok vissza, 18 plusz a alkoholfogyasztás, dohányzás, a pornófilmnézés, horrorfilmnézés, néhány Twitch csatorna, stb. Mi ez a szám? Igazából nem lehet ráhúzni ezt az emberekre. Ez csak egy vonal, amit meghúznak, ami általános érvényben van, holott szerintem amúgy változott. Igen. Az évek során, amitől talán érettebb egy ember, és nem befolyásolja a tartalom, amit fogyaszt. De ez csak egy képzeletbeli vonal, hiszen vannak olyan 14 évesek, akik sokkal érettebbek, mint a többiek? Igen. Vannak olyan 16 éves gimnazisták, akik sokkal felnőttesebben tudnak egy témát kezelni, mint egy 25 éves? Vannak. Nyilvánvalóan ez csak egy ilyen rajzolt határvonal, és sok tartalom azért teszi ki, mert azt mondja, hogy hát jó, a faszom tudja, hogy hány évesek vagytok, de azért na, e fölött legyetek már, mert úgy nagyobb a valószínűsége annak mondjuk, hogy nem hiszed azt a pizzafutáról, hogy meg akar baszni. Érted? Igen. De egy általános iskolás lehet, hogy azt hiszi, hogy úgy működik az élet. Most bocsánat, hogy pont ezzel a példával éltem, de ez van. Tehát így, ilyen. És én nem tudom, én úgy gondolom, hogy az ember sokkal bonyolultabb bennél, mint hogy most húzzanak egy ilyen 18 pluszos határvonalat, de egyszerűen most ez a norma. Ami még egyszer mondom, szerintem változott. Szerintem a 18 pluszosan érett az ember sztori. Az lejjebb vagy feljebb ment már szerinted? Szerintem sokkal feljebb ment a korhatár, mint olyan. Tehát én azt gondolom, és erről már jó sokszor nagyon hangosan beszéltem, ugye 18 éves a gimi végén vagy általában, vagy igen, nagyjából közelítőleg. Szerintem ma, és ebbe én is beletartoztam. Ez nagyon fontos. Tehát nem másokról beszélek. Tehát én, amikor 2007-ben végeztem, akkor voltam 18, 19, mert 7 évesen voltam suliban. Vagy azon nyáron lettem, mindegy, nem is ez a lényeg. Nekem úgymond a gimnázium végén el kellett döntenem, hogy hogy tanulok tovább. Ami, hogyha forgatod egy kicsit, az, hogy mivel foglalkozz az életben. Igen. Szerintem ezt nem tudja eldönteni egy 18-19 szerintem évesen. Szerintem ezt sose tudta eldönteni. Szerintem a társadalom részéről hülyeség is, hogy ezt elvárják tőle. Igen. Azért van az, hogy a legtöbben elkezdenek valamit, utána váltanak arra, amit tényleg fognak csinálni. Igen. Mert egyszerűen nem állunk olyan szinten, nincs annyi élettapasztalatunk, nem voltunk jelen a világban, így kicsit a levegőbe lógva, stb. És én azt gondolom, hogy egy 18 éves ember még nem érett azon a szinten, ahogyan az elvárható. És ugye az előző generációban 18 évesen már még teljesen más dolgokat csináltak az emberek. Vagy már, bocsánat. Ez így van, ez így van. És szerintem butaság elvárni egy embertől. Lehet irányítani, stb., de nem lehet, nem tartasz az életben még ott. Ez abból a tekintetből jó, akinek már van valamilyen elképzelése, hogy őt mi érdekli, és mivel szeretne foglalkozni. Most nyilván nem álmodozik, gondolom, senki arról, hogy könyvelő lesz. és elmegy pénzügy számvitel szakra, mert most az, hogy én bankban szeretnék dolgozni, mert hogy ott mindig tetszenek, hogy öltönyben meg nyakendőben vannak, vagy kis kosztümbe. De lehet, hogy van ilyen Balázs, de az de is azért... Azt mondom, hogy azoknak, akiknek már ez így megfogalmazódott, hogy őket mi érdekli, még csak nem is azért, mert tudja a szakma mi benségét, hanem van egy kialakult képe róla, hogy igen, milyen lehet, és az érdekli, annak tök jó. Igen, de ez általában de szerintem nagyon kicsi százalék. Kicsi, de ez miért van? Gondolj bele, logikus, ha belegondolsz. Mit tudom én, ha valakiben mondjuk egy ilyen fogalmazódik meg, tudod, hogy szeretne mondjuk könyvelő lenni, vagy bankban dolgozni. Általában ezek, jó, ez sem mindig, de általában ezek mi? Láttam, hogy anya azt csinálja, igen, hogy nagynéném ott dolgozik. Tehát valami példa van előtte, nem innen jön. Most gondolj bele, tehát hány ember akar, jó, persze nyilván vannak kivételek, mindig vannak kivételek, de a legtöbb ember például, aki már általánosban tudja, hogy orvos akar lenni, annak hát valamelyik szülő az, vagy a nagyfaterja az. Tehát vannak ugye befolyásoló tényezők. De azt, hogy te, hogy ülsz így egymagam, és akkor tudod, a leggázabb szitu, ez a mi legyek, ha nagy legyek, ha nagy leszek. És gondolj bele, ott van ennyi minden, amit lehet csinálni, és te még semmit nem csináltál, és el kell döntsd. Igen. Nem tudom. Igen. Ez fura. Ez gyakorlatilag, mint amikor bemész egy vadidegen országba, egy édességboltba, és nincsen se Snickers, se Mars, csak a helyiek. Válasszál, melyik csokit szeretnék a életed végéig. És mindegyiken van valami furcsa írás. Igen, igen. És mindegyiken ott egy csomó is, de figyelj, sincs, hogy milyen az íze. Igen, ez egy egészen jó hasonlat, igen. Pontosan, pontosan. A motorosok körébe terjeng még egy ilyen hasonlat, hogy mikor úgy mondod, hogy tudsz motorozni, hogy még sose estél el. Igen. Igen, úgy nem lehet, igen. De ez jobb példa a csok is, ez jobban bejön. Nem tudom. Nem tudom, hogy megoldást nem tudok szolgáltatni erre a dologra nyilván, de gondolkodni attól hangosan még lehet. Igen, írja a Barkó közben, hogy erre jó a diákmunka. Amúgy ez igen, ez egy nagyon jó észrevétel, köszönjük. Ez bennünk is megvolt, és tök király, igen. Csak az a baj, hogy a diákmunkára többnyire te, mint fizikai munkaerő mész
az esetek, nem tudom, 90%-ába, szóval a gyártó sor mellé. Jó esetben senkinek nem az a célja az életében, hogy egész életében ott álljon a gyártósor mellett, hanem majd egyszer idővel feljebb kerüljön a ranglétrán. Igen, de sokat segít az értékrendetben, hogy mit kell csinálni ahhoz. Ez tény is való. Azt a tudatot, hogy ha ennyi végzettséged van, akkor mit kell csinálni ahhoz, hogy ennyi pénzt kapj. Igen. Ezt erősíti az emberekben. Ez biztos. Érted? Ez tény. Mert azt fogod látni, hogy ahhoz, hogy más munkát csináljak több pénzért, akkor ez nem elég, mert jelenleg ezt tudom csinálni. Igen. És hogyha a suli után azt mondod, hogy cső, akkor így ez marad. Érted? Igen. És ezt meg kell tapasztalni. Vagy még az sem, mert már nem leszel diák, és nem csináltad azt sem. Hoppá. Igen. Ugye? Vagy kitalálod, hogy lehet rettentően megszólalásig hasonlító iskolalátogatási igazolást készíteni Photoshopban. Igen. Ami szintén egy torrentezett szoftver. Mert ugye hát lóvé nincs, ne? Igen. De én azt gondolom egyébként, hogy ha már beszéltünk arról tényleg, hogy az iskola nevelő hatásáról, vagy arról, hogy a katonaság hiánya, stb. Blabla, talán azt gondolom, hogy az egyik nagyon fontos elem, amit nem kellene kihagyni, az a diák munka. Igen. Mert biztos vagyok benne, ha csak egy nyarat dolgozik az ember, utána is másképpen fog állni a dolgokhoz. Mit jelent időben megjelenni valahol, mit jelent akkor is, ha fáradt vagy, stb. Igen. Bár mondjuk ez nekem sose fogom elfelejteni az első diákmunka, és nem az első komolyabb diákmunkámat a Madaras Tescóban. Nyáron. Autós osztályon voltam. Az fasza. Nem csináltunk egész nap semmit. Tehát semmit az ég egyet a világon. Véletlenül elvettek egy illatosítót, vagy egy szélvédőmosó feladékot, akkor azt nagy nehezen feltöltöttük újra. Míg kicsit ez a irigykedve néztem a papír osztályt, ott dolgozott 4 diák, és valamennyire tudtak beszélgetni, mert nem, mert hát ez augusztusban volt, ugye vissza az iskolába program kőkeményen, pörgött a papírírő osztály, és hát ott ők szerencsétlenek egész nap megállás nélkül dolgoztak. Igen. Figyelj, de azzal is megtapasztaltad, hogy be kell menni időbe dolgozni. Stb. A másik oldala pedig ugye a diák munkának, ami nagyon-nagyon hasznos, ami jelenleg elég sok fiatallal nagyon nagy probléma, hello, a lóvé. Mert amikor keresel, mit tudom én, egy diákmelóval, most mondjuk, mit tudom én, nem tudom, hogy manapság ez hogy megy, de mit tudom én, keresel 50 000 forintot, érted? Akkor gyorsan megtudod, hogy mi van, hogyha megveszel egy 50 000 forintos cipőt magadnak. Akkor az mennyire könnyen jött is. Hogy az hogy volt? Igen. És onnantól kezdve a pénz azonnal átváltozik egy szarságába az meg, amit néha felbeszel, néha nem beszél fel, az meg, és egy hónapot szoptál érte, és gyorsabban kialakul az értékrended. És mennyire értékeled azt, amikor megveszed 50 000-ért, felveszed, és első nap valaki rátapos. Igen, stb. Nem, tehát gyakorlatilag ez szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, a diákmunka, és szerintem szükség van rá. Ha nem is évekig, de tényleg csak, hogy megtapasztalja az ember ezt a dolgot. Igen. Ez például nagyon hiányzik. Az értékrenddel vannak, komoly gondok vannak. Azért van az, hogy mit tudom én, látják ezeket a mit tudom én, mindenféle youtubert, és akkor ezért van az, érted, hogy mit tudom én, valaki nézi mondjuk a mi csatornánkat, érted? És akkor azt gondolja, hogy mi a, nem tudom, a 7 laptop 12 PC-vel, mi mindegyikkel egész nap játszunk. Mert úgy gondolkodik róla, hogy érted, hogy az egy olyan cucc, érted? Meg hogy mit tudom én, Jani-nak az Apple Pro Display, érted, hogy otthon erre veri a pornóra, érted? Nem, itt van bent, ez egy munkaeszköz, ez otthon nincsen neki, érted? Tehát teljesen másképpen gondolkoznak az emberek, érted? Olyan szinten az anyagiasságnak egy olyan torzulása van, hogy nagyon fontos az anyagiasság a mai világban, csak nem tudják, hogy mit jelent. Érted? Igen. Bocsánat, nem bírom megállni mosolyogás nélkül, mert Jani kinézett ránk is, elkezdett bologatni, amikor mondtam, hogy nem, semmi. És nem tudtam eldönteni, hogy tényleg erre, vagy nem? Nem, csak érted, ez a nagyon nagy probléma, érted? Az emberek elveszítik az érzéküket az anyagiasságon át, érted? Igen. És azt hiszik, hogy amikor YouTube-ot nézek, és látják, érted, a sok YouTubert, érted, aki mindenféle nem tudom milyen cuszba mászkál, meg a faszon, meg minden, úgy tűnik minden, a sok köcsök híroldal miatt bazd meg, aki ilyen pénzéhes hiénát csinált mindenkiből, mert gyakorlatilag azt számít, csak hírnek bazd meg, hogy a kurva anyját bassza meg, biztos lopta a pénzt, tehát ugye ez bazd meg. Érted? Annyira eltartott az embereket, hogy azt hiszik, hogyha valaki felveszi egy drága cipőt, az azért veszi fel, hogy te nézzed és irigykedjél. Tehát idáig megy. Érted? Hogy a te agyad felbassza. Ezt csinálták a híroldalak bazd meg az anyagiassággal. Gyakorlatilag. Érted? És ha valaki egyébként megtanulja, igen?
szerintem már mondjuk középsuliban, hogy milyen dolgozni, hogy milyen pénzt keresni, milyen beosztani a lóvérat, hogy milyen egy olyan ember, aki megdolgozik a pénzért, stb. Az már egy olyan start, szerintem, ahhoz képest, mint akinek semmilyen érzéke nincsen ehhez, amivel elkerülhető az, hogy ennyire félreértelmezze a világot az ember. Ettől nem fogja, tehát ez nem tesz csodákat, csak egy jó alap hozzá, hogy eljusson valameddig. Igen. Meg a társadalmat is szerintem rettentő mód építi, mert hogyha te elmentél, mert ugye nekem is ez csak az egyik volt a sok diákmunkám közül, én is ugyanúgy elmentem bútort pakolni, meg volt olyan, volt osztálytársa, amelyre volt, és mentünk dinnyét pakolni, nem csak engem, hanem az összes fiút az osztályból. Szóval ugyanúgy meg voltak a kemény fizikai munkák is, mint diák, és ezáltal én el tudtam kezdeni értékelni azokat az embereket, akik ezt csinálják, és nem azért lenézni őket, mert hogy ők ezt csinálják, hanem mert tudom azt, hogy nekik sajnos ennyi adatot, ezt viszont ők becsülettel fogják és megcsinálják nap mint nap, évről évre. Gondolva itt most a árufeltöltőkre, ugye rengetegen csak oda mennek, és ugye oda böfögnek nekik valami kérdést. Igen. Figyelj már, hol van a sajt. Igen. És ugye az alapvető normák, hogy köszönés. Igen. Megköszönni az információt, hogy segített. Azok ugye rengeteg embernél csak azért, mert hogy én milliókat keresek, ha mondta, te meg semmit, akkor te egy senki vagy, akkor nekem nem kell veled, nem kell, hogy én úgy beszéljek veled, hogy téged emberszámba vegyelek közben. Ez szerintem az ilyen dolgokban is segít az, hogy elmegy egy gyerek, teljesen mindegy, hogy otthon milyen anyagi körülmények között van, mert szerintem aki tehetős, annak is el kellene menni diákmunkára, hogy megtanulja, vagyis még jobban elmélyítse, mert nem az, hogy megtanulja, mert ezt nyilván a szüleim már megtanították neki, meg az iskolában is megtanulta, hogy illik köszönni mindenhol, de hogy azt a való életbe átültette, hogy a tök ismeretlen vadidegen, tök mindegy, hogy mennyire ápolt, vagy jól fésült, vagy büdös embernek is ugyanúgy köszönje. Igen. Ez is egy alapvető norma egyébként, amit érdemes nyilván elsajátítani. A másik dolog, amit az anyagiassággal kapcsolatban akartam egyébként mondani, mert nem voltam elég világos. Tehát itt most arról beszélek az influencer társadalom, hogy torzítja el az értékrendet. Itt írják a srácok, hogy mit tudom én, egész nyáron azért dolgozott, érted, 7 nappal láttéve, hogy legyen egy PlayStation 5, hogy egy PlayStation 5-öt tudjam venni majd ősszel. Ezek klassz dolgok, értékelni fogod, meg mit tudom én. Nem ez a baj, nem ez torzít el, bazd meg. Azt torzít el, hogy egy 13-14 éves gyerek megnéz egy pöcsös youtubert, bazd meg, érted? És nem az alakul ki róla, hogy mennyit kell dolgozni, bazd meg, hogy meg tudjam venni a 100 rúgós cipőt, nem. Hanem az alakul ki róla, hogy ha nem lesz olyanod, akkor hozzád se fog szólni senki soha. Így. Hogy egy rakás szar vagy, ha neked nem olyanod lesz. És elkezdesz olyan dologra vágyni, bazd meg, ami nem egy szükségleti eszköz, érted? Hanem egy full luxus cikk, amit átalakít az a szerencsétlen egy normál dologgá, érted? Mint hogyha ha nem olyanban lennél, akkor gatya nélkül menni iskolába. Érted? Tehát ez a baj, ez a probléma, hogy olyan dolgokat próbálnak meg lehúzni az általánosságra, érted? Ami amúgy egy ilyen oltár luxus tudsz, az meg, mint egy olyan ember vesz meg, baszki, aki mit tudom én, más gondja sincs az életben, mint hogy most milyen faszom cipő van rajta, érted? Most csak ezt így mondom példaképpen. Vágod. De hogyha van egy kis szerencséje a gyereknek, aki mondjuk megnézi ezt az influencert, és igen? Kialakul benne ez a kép, és mondjuk ezt elpanaszolja a szüleinek, igen. Vagy tanárának, vagy akár csak egy másik barátjának, és mondjuk annak a barátjának is kicsivel esze van, ő el tudja neki ezt magyarázni, hogy te ezt most rosszul vetted le az influencertől, és nincs igazad, és nem kell ezzel foglalkozni. És hogyha benned ez alakult ki, akkor inkább ne nézd, mert hogy csületlenségeket beszél. Nézd, de persze nyilván ehhez kell az is, hogy ez, a kérdés megfogalmazódjon, na. A kérdés megfogalmazódjon a gyerekbe, hogy ez biztos, hogy jó, és mondjuk megbeszélj ezt valaki mással. Igen, ezen is egyébként, amit mondasz, ezen is egyébként az internet gyorsított, és az rántott le. Ha visszaemlékszel, igen. Suliba. A suliba ugye egy zárt közösségben voltunk, mondjuk általánosban, ha visszaemlékszel, beszélünk az általánosról, akkor még nem volt nagyon internet, általában néztük a Dragon Ball-os képeket, meg ilyenek. Igen, igen. Mi volt? Minden közösségben általában, mit tudom, volt 28-30 gyerek egy osztályban, volt a gazdag gyerek, érted? Meg voltak az átlagos gyerekek, meg voltak a szegényebb gyerekek. De igen. Ezt így láttad. Igen. Érted, hogy oké, ez így megvan, és így láttad, hogy oké, én itt vagyok, vagy itt vagyok, vagy itt vagyok, ezért nekem ez van, és nem vágysz arra, ami ott van. Ott is volt probléma, ugye, hogy amikor kétszer egymás után aludtott a gazdag gyereknél a csóri gyerek, akkor hazament, azt ő is olyan tévét akart, meg amit tudom én, de azt le tudtad kezelni. Most mi van? Felpattintod az Instagramodba, az meg, és azt látod, hogy mindenki izé a legdurvább iPhone-nal nyomja, felfújt csöcse van, kibaszott jó kocsival jár, meg minden. Mindenki. Igen. Mindenki, bazd meg, te meg egy szar vagy. Igen. Ez nem volt meg, amikor mi voltunk akkorák. Legalábbis nem ennyire. Nem, az ember, a környezetét látta.
Ahol változatosabb igen, volt ez az egész dolog, igen, érted? Igen, igen. És ezért lenne úgy, vagy és ezért nehéz a mostani szülőknek, mert most ez a, megmondod a gyereknek, hogy ne kövess már azt a több millió hülyeséget, hanem kövessd a saját osztálytársaidat, és nézd ugyanazt. Mert hogy az lenne a normális, szerintem, de most úgysem fogod tudni megcsinálni ezt. De nézd, mondom még egyszer, ne értsetek félre, ne, tehát nem arról van szó, ha valaki vágyik valamire, akkor vegye meg magának. De ez a lényeg, hogy azért vegye meg, mert vágyik rá. Érted? Ne azt gondolja, hogy ha nem úgy nézek ki, ha nem olyanom van. Érted? Igen. Itt is írta valaki az előbb, hogy pénz nélkül lassan már csajozni se lehet. Ó, hagyjál már! Hagyjál már! Ezt mondja az internet neked. 20 éve, 30 évvel ezelőtt is ez volt, mint a varázsduma, hogyha van pénzed, lesz nőz. De nem. Ez lesz. Tudsz venni. Csak értelmes kapcsolatod attól még nem lesz. Igen, most is meg tudod venni, meg akkor is meg tudtad venni azt, aki a pénzedért megy oda hozzá. Hogyne, de ezt ki akkor... Ki az, aki erre vágyik? Persze, de azt akkor is a média mondta, és most is azt mondja, hogy akkor lesz pénze, akkor lesz csajod, hogyha le van pénzed. A faszt! Te jóságos Isten! Nézzetek ki az Instagram mögül. Az átlag emberek még mindig sokkal többen vannak, csak nem ők látszanak. Érted? Ezért kell néha egy kicsit letenni azt a telót. Érted? Mert elmész egy szórakozó helyre, egy kocsmába vagy bárhová, érted? És fogod látni a díszembereket, akiknek minden mozdulatuk egyértelmű, érted? Meg fogsz látni egy nagyon akás mást. De addig, ameddig így nézed őket, addig nem látod a többi embert. Igen. Ezt ne csináljátok. Szó sincsen ilyesmiről. Érted? Mi ki a faszon vágyik, bazd meg, arra, hogy egy olyan emberrel éljen, aki azért van vele, mert sok pénze van. Az öregek. Gondolom. Sok olyan idős milliárdos látsz ilyen fiatal csalja. De jó, az meg gusztustalan. Nem? Ezt sose értettem meg. Hogy egy 25 éves fullos csaj, hogy engedi meg, bazd meg, hogy azt a gettó csökevényt, bazd meg, odaérintse? Mert sérült ő is annyira, hogy neki ez belefér. Mit így, lóvi, akkor is érzed, hogy hozzád ez a tagja szar! Igen, de hát sajnos ez a baj, hogy a bácsi, aki ezt megcsinálja, neki erre van igénye, és kereslet kínálat. Jó, hogy erre van igénye, bazdeket most. De érted, az a baj, hogy erre van igénye, nem arra, hogy összejöjjön egy 40-50-60 éves hölgyel, egy értelmes nővel, akivel értelmes kapcsolata lesz, hanem csak kell mellé egy kirakat maca. Na hát most... Az a durva egyébként. Attól még, hogy tudod, vannak ilyenek, ha te mondjuk 80 éves milliárdos leszel, és én is egyedül vagy már, akkor lehet, hogy te nem kirakatmacát fogsz magad mellé fogni, hanem a szomszéd nyugdíjas otthonból egy olyan hölgyikét, akivel tudsz okosan boldogan sakkozni, vagy mit tudom én, mit csinálni. Biztos, mert én egy olyan ember vagyok, aki valószínűleg akkor már régen visszatettem a dobozába a pisztolyt, és letettem a polcra. Igen. Na, de mindegy, mint az átlagos normális emberek, de hát ez van. Nézzétek, ez fordítva is működik. Mert, mármint, most attól, melyik fordítvára gondolsz, a legtöbb hölgy egyébként rohadtul nem értékeli, ha a lóvéddel akarsz villogni. Nem. Rettentő unszimpatikus, taszító tud lenni a legtöbb nő számára az, hogyha valaki azzal villog, hogy mennyi pénze van. Ez a normális. De az szerintem a baj, igen. De az a baj, hogy tudod, aki ezzel villog, az oda megy 100 nőhöz. Azt egy összejön, igen. És egy összejön. Megtalálja azt az egyet, és ugye akkor ez lesz felkapva, hogy na, pénzzel lehet nőt fogni. Azt már nem mondja senkinek, hogy előtte 99 értelmiségig lekopította a francba. Nem, de komolyan. Tehát én tudok példákat is mondani, de megbeszélgettem is már lányokkal ilyen hasonló témáról. Rettentő taszító tud lenni. Kurvára nevetséges tud lenni, persze, mikor valaki megpróbál villogni, érted? Strusz kulcs pörgetés. Meg ezek a szarok, úristen, ne hülyeskedjetek már, hát mennyire nevetséges már, érted? Tudod, ez a oda mész valaki, és így te nem tudod, hogy én ki vagyok. Honnan a faszból tudná? Te ki a geci vagy, és hogy kerültél ide? Tudod, ez a Jézus Isten. Igen. Valamelyik nap sétáltam a parkolóhoz, és nem tudom miért, pakoláztam, elővettem a sluszkulcsot, de indokolatlanul hamar már kezembe volt a sluszkulcs, már a kocsi még, vagy nem tudom, 100 méterre volt tőlem, igen, és jött velem szembe egy fiatalabb lány, ilyen tinédzser lány, és így pont ez így végigfutott az eszembe, hogy a sluszkulcsot lóbálom a kezembe. És jön velem szembe. Inkább gyorsan zsebre raktam a telefon mellé a sluszkulcsot, pedig sose szoktam oda rakni mellé semmit. De mondom, nehogy ez felmerüljön benne a gondolat, hogy én most azzal akarok menőzni, lóbálom a sluszkulcsot. Na igen. Tudod, mi van? Beszélgettünk már a státuszszimbólumokról. Ez sose fog működni. Tudod miért? Azért, mert ha van egy lóvés csávó, amit honnan tudsz? Óra, ruha, napszemveg, nadrág, kocsi, mondjuk, stb. Ha bemegy egy helyre, villogni a lóvéjával, ha egy olyan helyre megy be,
ahol a saját szintjén van. Ugyanúgy egy átlagos Joe. Igen. Ezért muszáj lejjebb menni, villogni a lóvéddal. Na, amint lejjebb mész, olyan emberekkel találkozol, akik rád néznek, és halvány fingjuk sincs róla, hogy mennyibe került a gatyád, vagy hogy 5 dolláros vagy 500 dolláros órád van, vagy hogy ki a faszon vagy te, vagy hogy kint milyen kocsi áll, vagy hogy van Instagram fiókod, amiben megmutattad a 40 centis faszod, senki nem tudja. És hiába pörgeted ott azt a szart, mert úgy fogsz kinézni, mint egy balfasz. Ezért nem működött soha ez a dolog. Érted? Ezért működött annak idején. Annak idején működött azért, mert olyan helyre kerültek az emberek, érted? Hogy tehát működik a buta embereknél. Igen. Ezt érted? Akartam mondani, hogy alapvetően nem működik, de de hogyha megtalálja azt a lentebb lévő közegbe azt az embert, aki ugye, hogy te mutattad a tárcsővel nézi pontosan a fenti kategóriát, és kiszúr, hogy itt van, na itt az én lehetőségem, akkor ő rá fog repülni, és a Joe meg aki lejött, az megörül, hogy na. Pontosan, de ez egy olyan értékrendű embert kell találj, aki megtanult a luxus márkákat, hogy tudja, mit keressen. Igen. Igen. De jó vagy! Igen. De jó vagy! Végül is, ennek is megvan az előnye. Az értelmiségek meg tudnak maradni maguknak, és a kevésbé... Ezért látod azt, hogy van egy szint, ami nem a burzsoázia, hanem a lóvésok, a nagyon lóvésok, igen, akik sose jönnek le. Igen. Onnan tudod, hogy valaki mennyire van tele. Igen. Hogy magasról szarik rá, hogy mit látsz rajta, vagy mi van. Szarik az egész világra, úgy, hogy van. A legtöbben így vannak vele. Nekem van olyan ismerősöm, aki úgy tele van, mint Oprah, szerintem soha nem tudnád róla megmondani. Ha nem mész el hozzá. Akkor elég hamar. Igen. De nem, egyszerűen nem. Ők nem, tehát amikor nincs ez a kényszeres próbálkozás arra, hogy mutogass, hogy mi van. Durva. Na mindegy, az emberek értékrendje furcsa. Hagyjuk ezt abban, mert csak egy ilyen mély kútba kerülök. Ami sose jó. Sajnálom, hogy nem sikerült a szóvicces téma? Nem a szóvicces téma, hanem hogy a kedvedet pozitívabb irányba terelni a reggeli ha-ha-val. Nem sikerült. Az nem sikerült. De mindegy is. Ez egy ilyen happy hour volt. Remélem, hogy attól függetlenül tetszett nektek. Délután hardmódozunk. A Call of Duty keretein belül fogunk játszani. Srácok, új season van, hardmodozni nem hardmodoztunk azóta, úgyhogy megnézzük az új fegyvereket, az új pályákat, ha beadobja a game, persze. Igen. Amin ugye azonnal kikapunk, mint a szar, mert senki nem tudja, hogy mi merre van, pedig az objektív világít a mappon. Nem ez a lényeg, úgyhogy ez lesz a délutáni program. A holnapi stream pedig még mindig kérdőjeles, több okból is, de amint kiderül, értésetekre adom. Illetve jövő héten én nem leszek, úgyhogy majd Jani fog helyettesíteni engem a HH-val. Igen. Én nem fogok Jani helyet. Nagyon mondani. Fontos részlet, srácok, és ez egy nagyon fontos információ, hogy léci maradjatok. Ezt többször el fogom mondani még, valószínűleg holnap is, a jövő hét folyamán is. Balázs elmegy Nászútra. Valószínűleg a vodok nem úgy fognak felkerülni ennek okán a VOD csatornára, hogy eddig. Tehát ugye eddig gyakorlatilag már a stream alatt felkerültek a vodok. Valószínűleg lehet, hogy egy egész nap csúszásba lesznek, vagy hasonlók, de bírjátok ki ezt a holnapot és a jövő hetet, utána minden visszakerül a régi kerékvágásba, de addig a vod feltöltés egy picit lassabb lesz. Igazából nem lesz lassabb, csak el lesz csúszva. Igen, igen. Már ha értitek, mert ugye... nincs mi fianászúton. Szép. Na mindegy. Úgyhogy ez a helyzet, srácok, úgyhogy erre készüljetek fel, de csak egy rövid időről van szó. Így van. Na, akkor délután találkozunk. Szép napot, srácok, sziasztok. Megint nem működik a gombapalás. Nézd. Most már megy. Vége.